A völgység és ebben Bonyhád számos kulturális értékkel bír. Elég csak a Percelek történelmi hagyatékára, vagy az itt élő népcsoportok kulturális örökségére, hagyományaira gondolni. Ezekből nyújtott ízelítőt az idei rendezvény is. A tematikánál az elsődleges szempont az az volt, hogy a völgység, illetve Bonyhádhoz kapcsolódó értékeket és hagyományokat mutassuk be, illetve kiállításra került a Percel Biblia, ami ugye Bonyhádhoz fűződő Percel családnak egy rendkívül értékes relikviája. Ebben a Bibliában Percel Molnak a saját kezű jegyzetei vannak, ő ezt anyakönyvként használta több évtizeden keresztül, illetve a száműzetés 18 éve alatt született gyermekének az adatait ide vezette föl, illetve, amit kevesebben tudnak, hogy magába a szentírási részbe is beleírt aláhúzott részeket, rövid széljegyzeteket, megjegyzéseket, tehát egy rendkívül érdekes forrás, és természetesen ez egy majd 300 éves kötet, amiről beszélünk. Ennek megfelelően kellő elővigyázatosság mellett, de azért a kedvünkért kikerült a tárlóból az értékes dokumentum. A Kazai család birtokában állt eredetileg ez a kötet, onnan került a Sárközi családhoz, és amikor Percel Mór feleségül vette Sárközi Júliát, akkor került a Percel családhoz, és itt pedig Percel Mór gyermekei különböző tollakkal, ahogy a különböző időpontokból megszülettek, kerültek bejegyzésre. Itt ugye látszik, hogy egészen a Biblia előlapjáig tartanak ezek a jegyzetek. Ez az utolsó bejegyzés, és minden gyermekének ugye több nevet is adott, és minden gyermekének a második neve az mindig annak az uralkodónak a neve volt, akinek az országában éppen vendégeskedett a számüzetés alatt. Tehát ugye volt az Oszmán Birodalomban, ott született Percel Miklós nevű fia, aki a Szolimán nevet kapta, és Angliában pedig a Percel Julianna nevű lánya, aki meg ugye a Viktória nevet kapta, Viktória királynő után. Érdekesség. Egyébként órára látszik, hogy fél hétkor született Julianna leánya, tehát órára pontosan megvan, hogy ki mikor, hol született. A Percel örökség mellett a környékben élő nemzetiség hagyományai is, mint érték, a nap témája lett. A bukovinai székelyek tárgyi kultúrájáról beszélt Lődinc Etel, a népművészet mestere. A bukovinai székek nagyon sok tájházat hoztak létre az elmúlt évtizedek alatt, és ezeknek a tájházaknak a kapcsán, ezeknek a képeknek a segítségével, valamint egy rögtönzött kiállítás segítségével szeretném elmondani a bukovinaiaknak a rövid történetét, és elmondani a tájházakat, és mivel múzeumban vagyunk, egy kicsit a problémákról és a továbblépésről is szeretnék pár szót mondani. A szőttesekből pedig hoztam olyat, ami Bukovinából készült, olyat, amit édesanyám Lőrinc Aladárné népművészetmesterek készített, és néhány olyat, amit én készítettem. Tehát ez is a múltból a folyamatos, máig is történő folyamatos kultúrába az őrzésbe szeretnék egy kis ízelítőt mondani. És azért hoztam viseletet is, ingeket, mert most már harmadszorra megy az Ügyes Székely Asszonykák program a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége székházába, és ott, bár én nem vagyok varrónő, de a néprajzi tudásom remélhetőleg feljogosít arra, hogy segítsem az asszonykákat abba, hogy hogyan kellene újra megvarni azokat a régi ruhákat. A Székelyek hagyományőrző programjában az asszonyok már megtanulták az ingvadás fortéjait. Jelenleg a férfi ruhák és az alsók elkészítésének visszatanítása folyik.